Danny, nem sokára találkozunk. Jöjjön. Ne idegeskedjen. Oké. Okay. Maga pedig. Csak segíteni akartam egy rászoruló hölgynek. Talán hölgynek nézek ki? Nem. Helyes. Törődjön a maga dolgával. Mi ez? Terelő. Ostopolhatok. Danny ki fog nyírni. Inkább átmegyek a Droversen. Patrick, a Danny hív, mondd, hogy 20 percet késed. Az útlezárás miatt kitérőt teszek. Vettem. Hová tetted az égszíjas dobozt? Hogy mit? Nem találom az égszíjakat. A szokásos helyen vannak. Már megnéztem, de nincsenek ott. Akkor nézd meg újra. El kell vinnem az olajat Dannynek, mielőtt lejárat a városban. Gyerünk, menj szépen tovább. Gyerünk! Nem! Ne! Mi tartott eddig? Nem tudtalak utolérni. Ó, tényleg? Az új nyeregre akarod fogni? Nem, ez gyönyörű nyereg. Jó tartós, azt mondta az eladó. Még 80 évesen is ezzel lovagolsz majd. Köszönöm, hogy segítesz Stevie-nek. Olyan büszke, hogy féltem, visszautasítja az ügyvédet. Igen, ezért mondtam neki, hogy ingyen vállalta. Hogy érted ezt? Apu kialkutta. Persze baráti áron. Én is kifizettem volna. Stevie a barátunk. Ó, apu szívesen teszi, tudja, hogy fontos nekünk. Nem rohanhatsz folyton apádhoz, főként, ha nem szólsz nekem. Ajándéknak szántam. Mint a nyerget? Hát tudod, helyesen akartam cselekedni. Nem lesz több hazugság, ebben egyeztünk meg. Igen, így volt, és ez nem ugyanaz. Épp ugyanúgy átvertél. Titkolóztál előttem. Alex, te hogy is, csak jót akartam Stevie-nek, nem az a legfontosabb. Visszamegyek. James Trinder? Ő tisztázza a focistákat testi sértéses ügyekben, ismerem. Szerinted felmenteti Stevie-t? Persze, muszáj neki. Remélem is, nehogy a végén fekélyt kapj. És könnyékig rágd a körmeidet. Üdv. Nem találtam az eladót. Megengeditek, hogy ezt kitegyem? Csak rajta. Kösz. Nem keres valaki birtokmunkást? Nem hinném. Birtokmunkás vagy? Nektek kellene? Meg lehet. Nem. Ráérsz beszélgetni? Hogyne, csak még bezárom a kocsit. Oké. Nem ígérek még neki semmit, csak felmérem a lehetőségeket. Lehetne rosszabb is. Végül is jó a képesítése. Ezt nem teheted Stevie-vel. Muszáj azok után, amiket tettél. Jody, hidd el, ha tehetném, visszacsinálnám az egészet. Két, értsd meg, hogy a Droversre is gondolnom kell. Az enyém egy része, nem a tiéd. Végre megtörtént. Mi? Tudod, vártam, hogy mikor vágod már ezt a fejemhez. Oh, a fenébe. Elakadt? A következő legelő ma jobb átjáró. Na hát, sokat segített. Segítenék szívesen, de maga nem bajba került, hölgy, így
nem sérthetem meg az ajánlattal. Fogja be, és inkább csináljon valamit. Álljon le! Adjuk ezt! Ezzel nem sokra megy. Én egy traktor, ami kihúzza. De ne a Droversről. Régen nem tudhatja, meg ő a befektetőm. Titkolózik előtt? Csak a főutakra van biztosításom. Elveszik az engedélyemet. Tudom, hogy ostobaság volt, de lezárták az utat. Danny pampogott. Nem veszíthetek el egy vásárlót. Értem én. A láthatatlan ember a becenevem. Alex, nem láttam Riley-t. Fogalmam sincs, hol van. Akkor állj neki az új tartálynak, jó? Megmondtam, hogy sürgős lenne. Rendben. Helyes. Szia! Nézd! Hoztam neked ebédet. Csak most láttam munkához. Ó, hát persze. Alex, én nem hazudtam neked, csak... Úgy örültem, hogy végre tehetek valamit Stevie-ért, hogy rögtön el akartam mondani, és a részletek úgy éreztem nem számítanak, úgyhogy közben elfeledkeztem róluk. Nem csábít a húsos szendvics és a gyümölcslé? Köszönöm, de előbb végeznék. Szívesen segítek. Hagyd, fi, túl nehéz. Ugyan nem vagyok gyenge. Ehhez kezdjük ellen. Hagyjuk. Mutasd csak, vérsz. Csak belement egy szál. Egy csomó. Ne ficánkolj. Fi, mindketten rendbe akarjuk hozni. Igen, tudom. Épp ezen igyekszem. De nem kéne nagyon erőltetni. Csak szeretném, ha sikerülne. Mondd, hogy te is ezt akarod. Ez természetes. De nem erőltethetjük. Ez időbe telik. Tessék. Most menj haza és vedd ki a többi szálkát. Rendben. Betty Lizett, hogy lehet észrevétlen a fél kilőrnit áthoztam? A nőknek miért kell folyton túlozniuk? Nem szúrták ki, mert ki kellett hoznom ezt a tartályt. A Droversre? Ki kell pumpálnunk egy kis olajat, hogy megkönnyítsük a kocsi súlyát. Előre gondolkodtam. A pataktól távol teszem le. Értem, persze. Ez nem is rossz ötlet. Köszönöm, Riley, hogy ilyen segítőkész és leleményes. Szóra sem érdemes, Moira. Miért olyan zseniálisak a férfiak? Na, ki volt az, aki a férfiak ellen fordította? Semmi bajom velük. Akkor csak velem van baja. Hugh, a mocsok férjem. Külön vagyunk, ha tudni akarja,